végeztük el a különböző teszteléseket, majd az ő laborjaikban megnéztük a teszteknek az eredményét. Nagyon sikeresek voltak ezek a tesztelések. Az első próbák után is már láttuk, hogy az új alapanyagoknak a használatával tudunk növelni a PET vakonoknak a hőálló képességén és a gázzáró képességén is, viszont ez nem volt elég, amit a pályázat, mivel ez egy hagyományos fröccsfúvó berendezés, és az új technológiákhoz muszáj volt ennek a gépnek az átalakítására. Ebbe segítségünkre volt a gyártógép is, ez egy japán gyártmány, és a magyarországi és a németországi technikusok segítettek a gép továbbfejlesztéséket, a teszteket, és nagyon jó eredményeket kaptunk. A pályázatunk megvalósításában, amelyet most az élelmiszeripari gyártók az üvegekkel szemben támasztanak. Ennek a fejlesztésnek nem az lett a végeredménye, hogy egy olcsóbb termékben csökkennek a szállítási költségek, nem kell az üvegeket szállítani a gyárból a felhasználóig, majd a felhasználás helyétől a boltokig, ez rengeteg plusz üzemanyagot és költséget jelentett a gyártó oldaláról. Nagyon nagy probléma volt az üvegnek a törése, az üvegekben rengeteg a feszültség, hőhatására, hogyha a töltés során elrobbannak a flakonok, meg kell állítani a teljes gyártástechnológiát, és a soron az előtte lévő és utána lévő bizonyos mennyiségű flakonokat meg kell semmisíteni. Az üveg az egy veszélyes termék, a műanyaggal ilyen problémák nincs. MOL részére egy új kampány, melyben a MOL újrahasznosított flakonokkal